A vonalban pedig Molnár Zsolt, az MSZP pártigazgatója, országgyűlési képviselő. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak is! Hát önt is arról kérdezem, amiről részben Pikó Andrást, hogy a Fidesz most már teljesen egyértelműen, ha még törvényjavaslatot nem nyújtottak is be róla, de arra készül, hogy meghekkeli a 2024-es európai parlamenti, illetve önkormányzati választásokat oly módon, hogy összehozza a kettőt, és aztán csináljon ezzel az ellenzék, amit tud. Pikó András szerint ez nagyon hátrányos lesz az ellenzéki pártoknak. Ön lát benne valamilyen esélyt is, vagy csak a Fidesz számára kedvező dolgokat? Azzal kezdeném, hogy egyelőre sajtóhírről van szó, de helyes, hogyha gondolkodunk, hogyha már Kocsis Máté meg más fideszes politikusok ezt mondták, akkor nagy az esély, hogy ez így történjen, de azért várjuk majd a végleges, vagy legalábbis véglegesnek tűnő javaslatukat. Más szempontból még egy apróságra fölhívnám a figyelmet, hogy ez már korábban is szóba került, tehát ez hosszú évek óta, sőt már az előző Európa Parlament és önkormányzati választás kapcsán is beszéltek erről. Látható, hogy a Fidesz mindig trükközik valamit. A boszorkány konyhájukban mindig főznek valami olyat, ami nekik jó, és valamiért ezt gondolják. Ezért mi is élünk a gyanúperrel, hogy itt valami készül, amivel a saját javukra próbálják majd billenteni ezt a két választást. Abban én óvatos lennék, hogy emiatt aztán nincs esélye az ellenzéknek. Nyilván, hogyha ezt a döntést ők meghozzák és megszavazzák, akkor ez alkalmazkodni kell, és az ellenzék ezt meg fogja tenni. Tehát én nem gondolom, hogy ezzel eldőlnének érdemi kérdések, de hogy nekik ez kedvező lehet, ez valószínű. Nem beszélve arról a jogi helyzetről, amiről Pikó András is beszélt, hogy ha nem is fél év, de jó pár hónap el fog telni, hogy lesznek olyan polgármesterek, olyan képviselők, akiknek a mandátumuk még érvényes, de a legitimációjuk azáltal, hogy leváltották őket, lényegében megszűnik. Tehát ez is egy nagy problémát fog okozni. Ha már ilyet tesz a Fidesz, akkor elegánsabb lett volna jövőre nézve azt mondani, hogy időben szólni és eleve így hozni a törvényeket, hogy majd a következő választásnál lesz egy időben, és nem a ciklus felénél lesz megtenni. Miközben azért természetesen lehetne érvelni egy-egy demagógnak tűnő vagy racionális javaslattal, ami a költségcsökkentést és akár azt, hogy egy év ne teljen csak kampányokkal, hiszen hogyha két választás van, akkor az az év tulajdonképpen rámegy a politikai kampányokra. Én annyit mondanék ellenzéki politikusként, hogy ezzel nem fogják megfutamítani sem a szocialista pártot, és én biztos vagyok benne, hogy a többi ellenzéki pártot sem. Attól a ténytől fogva, hogy egy nap lesz az a két választás, ehhez fogjuk akkor a stratégiát egyelőre fogunk, és úgy fogunk legjobb eredményt elérni. Egyelőre így nagyjából látatlanban, csak a körvonalakat ismerve, mit gondol, hogy ez az ellenzéki pártok további szétesését, vagyis egymással szembefordulását fogja elősegíteni, hiszen az európai parlamenti választáson e pillanatban úgy látszik külön indulnának, hogy megmutassák saját magukat, saját identitásukat, vagy az önkormányzati választások hát mindenképpen erre késztető szükségletei miatt, hogy tudni, közösen kell indulni, mert különben semmi esélyük nincsen. Ez majd az európai választásokat is abba az irányba tolja, hogy tetszik, nem tetszik, valahogy ki kellene megint egyeznie az ellenzéki pártoknak, és egy közös európai programmal, akár egy csoporttal indulva, hogy hát mit tudunk tenni, így tudjuk leginkább eljutatni az üzenetünket a közönségnek, egységesek vagyunk Európában is, meg az önkormányzatokban is. Merre felé fog ez menni? Jó, most nem vagyok, és más pártok helyet nem is beszélni. Én az utóbbi... Valamiért, ha egy kicsit közelebb tartaná a telefont, mert elszaladt a hangja nagyon. Tehát azzal kezdeném, hogy az utóbbi tűnik valószínűbbnek, az tűnik valószínűleg, hogy összetolhat ellenzék, más pártok helyett nem tartok véleményformán, és mondom, még nagyon, nagyon közeli az az élmény, hogy ezt bejelentették, és meg a törvényjavaslatot is már. De ha politikusként vagy elemzőként kéne erről véleményt nyilvánítani, akkor az utóbbi azért valószínűbb, mert egy napon tartott két választáson kétféleképpen induló ellenzék az nagyon furcsa mutatna. Nem kizárt, mert lehet azt mondani, hogy az önkormányzatin közös jelöltek vannak, és a második szavazatát, vagy a másik szavazatát mindenki ossza meg arra pártra, amit a legjobban kedvel, de az nem könnyíti meg, hogyha így cselekedne az ellenzék. Nem kizárt, mert lehetséges, hiszen
egyelőre az ellenzéki pártok vezetői inkább az európai parlamenti választással kapcsolatosan az önálló indulás mellett érveltek, de ez egy új helyzetet is teremthet, nem vagyok jós, de valószínűbbnek tartanám a logika alapján, hogy az utóbbit kéne tenni inkább az ellenzéknek. Ha már az önkormányzati választáson együttműködünk, akkor logikusabb másikon, ha már egy nap van. De mondom, ez egyelőre logikus gondolkodás, de hogy mi fog történni, azt a jövő dönti el, és nyilván minden párt a maga demokratikus döntéshozatalával meghozza a szükséges lépéseket, döntéseket, mérlegel. De biztos, hogy nehéz kommunikációs helyzet lesz az, hogyha egyszerre versenyzünk, és egyszerre összefogunk. Akkor még egy apróság, ami nem apróság, mert egyrészt néhány milliárd forintról van szó, csak hát a Fidesz szokásos ellenzék elleni aknamunkájában lehet, hogy apró dolognak tűnik, meg különben is olyan népszerű, hogy spóroljanak a pártok is magukon. Szóval megint Kocsis Mátétól jött az ötlet, és ebből mindjárt valóság lesz, el fognak vonni az ellenzéki pártok frakcióitól több milliárd forintot, mondván, hogy túl sok jutott nekik, micsoda dolog ez, hogy együtt indultak, és aztán külön frakciókban dolgoznak, ezzel a jelenlegi szabályozást használják ki a saját céljaikra, előnyükre, úgyhogy mindenkinek itt most pénzt kell áldoznia ebben a válságos helyzetben, tehát akkor fizessenek az ellenzéki pártok be a költségvetésbe, vagyis elveszik tőlük a finanszírozásuk egy részét. Mennyire fogja ez megnehezíteni az önök munkáját? Nyilvánvalóan megfogja, és ahogy az előttem szóló polgármester urat hallgattam, ez résznek a komplex támadásnak, tehát ezzel a trükközéssel, amit a választási szabályokkal, akár az összevonással, az egyidőponttal tesznek, ehhez rögtön hozzá lehet tenni a önkormányzatok sanyargatását, sarcolását, az iparőzési adót, az ellehetetlenítésüket, és ebbe a trendbe illeszkedik természetesen az is, hogy akkor a parlamenti frakciók, pártok, pártalapítványok támogatását, költségvetését csökkentik egy demagóg kommunikációval, hiszen ezen az alapon a végtelenség is lehetne csökkenteni, mert azt lehet mondani, hogy a költségvetést óvni kell, válság van, karitatív célokra van szükség, kezdjék magukon a politikusok és a pártok. Tehát rengeteg olyan demagóg is egyébként igaztalan, de jónak tűnő érvet fog fölhozni a Fidesz, amit mindig is meg szokott tenni. Én nagyon bízom abban, hogy a választók nem fognak ennek bedőlni, és átlátnak majd a szitán, hiszen régi mondás, de ettől még igaz, hogy a demokratikus működésnek vannak költségei. Egy tisztességes demokráciában a pártok nem dísznek vannak, hanem azért, hogy kontrollálják egymást, hogy legyen ellenzék, legyen fékek és ellensúlyok rendszere. Ezt ingyen nem lehet teremteni, tehát ez nem működik. Viszont más szempontból meg nagyon könnyű érvelni, amellett, hogy a politikusok, pártok magukon kezdjék a megszorítást, tehát ezért a Fidesz olyan szempontból könnyű kommunikációs helyzetben van, hiszen demagóg érvekkel, populista érvekkel könnyen tud társadalmi támogatást szerezni, de hát ez nem idegen tőlük, ezt látjuk minden kérdésben, hogy sajnos ez az érvrendszer és ez a politizálás ez nagyon közel áll hozzá. Tetszettek volna nem fék, hanem motor lenni a nemzeti együttműködés rendszerében. Mindjárt más lenne. Hát ez van. Köszönöm szépen, Molnár. Egyet szeretnék még zárszóként mondani, nem egyetlen egyet. Ilyen jogi szabályozáson lehetne akadályozni azt, hogy az önkormányzati vagy európai parlamenti választásokra föl tudjon készülni, akár a szocialista párt, akár más. Tehát ilyen egy napon tartott választás az problémát okozhat, de ezt meg kell tudnia oldani az ellenzéknek. Köszönöm szépen a lehetőséget. Én is köszönöm, Molnár Zsolt, az MSZP pártigazgatója. Viszont hallásra. Viszont hallásra.